Sziasztok! Egy újabb ilyen előkészületben adást láthatok, ami hát ritka a csatornán, de néha ezt is folytatom. Annyira felhúzta magam most, hogy ami hihetetlen. Nem tudom, tudjátok, a most volt szeptember 10-én az Ubisoft Forward második show-ja. Idén ugye nyáron volt az első. Ami szintén sokakban egyébként negatív ellenérzést hozott összességben, de ennél... Hát ennél a mai show-nál az fényévekkel jobb volt, pedig az sem volt egy nagyon kimagasló, kiemelkedő darab. De ott legalább láthattuk a Valhallát, a Far Cry 6-ot, valamelyes, de egyébként a 6-ot, például a Far Cry 6-ot alig-alig láthattuk azért lényegében. Valhallát már jobban, de még azt is csak így bepillantva. Most pedig semmi, pedig elvileg a Valhalla egy héttel előbb jön. Mi a franc van? Tehát már elvileg október vagy november elején jön, vagy október végén valahogy így. A Far Cry 6 az elvileg aztán februárban. És megint semmit nem mutattak róluk. De nem ez a legeslegnagyobb baj, hanem az, amit láttunk. Az egy igazi Ubisoft Backward, a 90-es években, grafikai minőségben, játék stílusában, játék mechanikában. Az, hogy a 8 éveseknek szánják körülbelül, mint hogyha mi újra 8 évesek lennénk, és csak azt tudnánk eljátszani és lejátszani. Ez totálisan egy shit volt az egész. A másik, hogy lopnak mindenhonnan, honnan lehet. Az Immortals nevű új játékuk, Phoenix Rising, ami ugye a Gods and Mortalsnak az új nevet, gyakorlatilag egy fél új játékot jelentettek csak be ezáltal. Hát gyakorlatilag egy az egyben Fortnite, a fű az szinte egy az egyben ugyanaz. A víznek egy része is, Istenem, a mozgás, a karakterek, a harcrendszer az annyira gagy és annyira konzolos, a konzolok ehhez képest PC-ig basszus, amilyen szar az a harcrendszer, amit ott eddig láthattunk, most a gameplay videóban. És ez decemberben meg is jelenik, hát remélem kb. Két ember fogja megvenni, nagyon bízom benne, de milyen sajnos, láthatóan a 8 éveseknek és a 10-11-2 éveseknek azok a játékok nagyon menők, vagy a Fortnite is, ezért valószínűleg sajnos ezek is sikerek lesznek. Mert azt látom, hogy egyszerűen elkorcsosult a játékipar, és teljesen csak arra ment rá, hogy a 8-tól a 15 éves korig lefedjen mindent. De csak azt, amit ők akarnak, gyors játékmenet, 5 percig játszom, aztán megyek el, vagy 50 órát gyakorlok egy 5 perces multimatchre, és ennyi? Ez a játék? Bakker, hát én nekem ez nagyon nulla, ez az egész, tehát ez egyszer röhely. Eltűnt az, hogy a 90-es és a 2000-es években jelen volt a hosszú meccsek sora, mert például Heroes be nem jelentettek, hát 25 éves a Heroes, a Fighter Magic sorozat. És még egy szöveg, vagy egy bemondás se volt, hogy boldog 25 éves évfordulót, még ennyi se, vagy valami, mert egyébként korábban megvolt a 25 éves Fighter Magic univerzummal, a 20 éves Heroes-zal csináltak egy videót annak. És most 5 év eltelt, és semmi új Heroes hír nem volt, semmi új fejlesztés, és még az se, hogy legalább egy boldog születésnapot lett volna. Polanti Romero a híros sorozat zeneszerzés ma a 10-én 55 éves lett. És még ő is rakott ki egy kis videót a rajongóknak, ennyire kedves volt, és persze mindenki köszöntötte is. Viszont az Ubisoft az egy nagy nullát tette erre a franchise-ra esetben, de arra meg persze jó nekik a jogok, hogy Kínában mobil játékokat, mobil Heroes játékokat adjanak ki, arra nagyon tökéletes. Hát már rég, bárcsak eladta volna a franchise, vagy jogokat egy más kiadónak, az adja, olyan jó sikert csinálhatott volna belőle, egy hihetetlen. Bárcsak a Vivendi bekebelezte volna az egész Ubisoftot, mert amit ma láttunk, az iszonyat gagyi. Láttunk egy újabb, egy harmadik Watch Dogs Legion-t, és ez ugye 6 év alatt 3 Watch Dogs játék, ami szinte egy-egyben ugyanúgy néz ki, annyi, hogy London helyett más város van benne, de egyébként egy reskinnelt játék, és még sokkal jobban véleményem szerint, mint a Far Cry, mert Far Cry legalább új helyzetekbe rakja a játékokat, például a New Dawn is ugyan szinte ugyanaz a terület volt álltak, mint a Far Cry-ot, de legalább egy posztapokaliptikus helyzet lett, tehát egy váltás történt, és egyben valamilyen szinte folytatta a történéseit, kontinuitást az ötnek. A 4 előtte megint egy másik világ, feeling volt. A Watch Dogs meg egy az egybe ugyanaz. Tehát még arra se szállják magukat, hogy igazán váltsanak. Tök ugyanazt kell csinálni. A grafika ugyanaz az a szenny minőség, tehát a vizualitás, a stílus, ez a műanyag fos, bocsánat. És eleve, hát ha megnézitek a grafikai minőséget, hát annyira next gen, annyira a pápa vagyok. Jönnek ki az új konzolok, hát egy olyan játékot nem láthatunk ma, szeptember 10-én az Ubisoft Forward-on, hogy
hogy valami next gen is lett volna. Bemutatták végre a sokak által oly várt Prince of Persia remake-et, ami igazából egy remaster, de még gyakorlatilag én annak sem nevezném, úgy néz ki, mint egy mobil játék. Eskü, és ezt nem csak én mondom, az egész chat fel volt bolydulva az idegességtől, a pop iránt és minden más iránt, amit látott a showban, hogy ez egy gyakorlatilag egy mobil játék szintje, amit láthattunk. Aztán megmutattak egy pixelesített, ilyen beat'em up, vagy hit'em up, ilyen, hát ilyen verekedős oldalnézetes játékot, ami szerintem a Bud Spencer Slam and Beans-től kb. Úgy fényévekre van elmaradva. Ugye az volt hasonló pár éve jelent, meg egy vagy két éve. És most bemutattak egy olyan játékot, ami ettől is bőven el van maradva. Az is persze egy ilyen retro játék volt, de nagyon szépen is jól épített a retro filmbe. Ez a játék, amit láthattunk, ez a Scott Pilgrim-es valamilyen új verekedős játék, hát kb. A hányások árdik szintje, ahogy meg lett csinálva, meg hát maga, hát ezt senki nem is várta. Max néhány amerikai esetleg. Aztán a Splinter Cell-el mit csináltak már, akkor el is kapcsoltam egy olyan 10-20 perc, úgyhogy nem láttam teljesen, de jól vettem ki a chat falból. És hát a maradék látványból gyakorlatilag csináltak belőle egy animét, amit majd ők fognak kérni az Ubisoft. Meg csináltak egy olyan játékot, ami ilyen animévé formált az egészet, és egy teljesen más játék, hát egy nulladék, egy hulladék egyébként. Írták is, hogy Splinter Cell RIP. Úgy látszik a Heroes is RIP, mert ugye nem csinálnak semmit, max lefejik a kínai mobilfejes teheneket, és ennyi, mert abban állt a nagy siker a játék. Erre kicsit csalódtam egyről a IWC-be is, a Heroes és a Kingsman sorozat alapítójában, hiszen ő állítólag ott dolgozik a Heroes Mobile játékokon, amelyek nagy sikerek financiálisan Kínában, és hát úgy látszik neki ez elég, miközben 5 éve még tök más nyilatkozott, hogy benne lenne egy új Heroes, meg mit tudom én az interjúk során. Aztán egyelőre, hát végig is igaza lett, csak úgy látszik mobil Heroes-ra gondolt, ahol cash van és más nincs. Munka az nagyon van benne, ha megnézitek azokat a csodálatos játékokat. De Kínában ezek is népszerűek, mert hát valamiért ez tökéletes ott nekik, ez bőven elég. Ez a színvonal, amit ott azokkal kapnak, hát annál sokkal jobb mobil játékokat tudok mondani, amit ott láthatunk. Aztán ugye a Far Cry-ból nem láttunk semmit a 6-ból, a Valhallából se, pedig mindjárt itt vannak, ez se igazán értem. A Settlersből se egy kockát nem látunk, így előbb nem rég, egy ilyen 2-3 hónap mondták, és hogy lepauzolták, leszüneltették, mert hogy a vírus miatt, de akkor más játék miért nem állt? Tehát nem igazán értem. Szerencsére elvileg megy még minimális a fejlesztés, hát bár nagy rész megállt, tehát valószínűleg nem, tehát nem törölték a projektet, ez egy belsősebb forrásból tudom, aki hát dolgozott annó rajta, és még ismeri azokat, akik ott dolgoznak. A lényeg az, hogy elvileg megy a dolog, csak nagyon lassan, és hát semmit nem látunk. Két éve jelentették be, minimum egy éve meg kellett volna jelenjen, és még lassan biztos, hogy tavasszal látjuk. Őrület, pedig az eredeti csapat csinálja. Megint egy 25 éves franchise, hiszen akkor jelentettük, amikor 25 éves lett. Azt fognak itten, úgy látszik, a végén még eltemetni. Nem elég a Heroes, amire még egy szöveget nem mondtak, hogy 25 éves a Heroes, gratulálunk, és akkor még valamit bejelentettek volna, még egy szót sem mondtak róla. A Settlersről is körülbelül ennyi az, amit a 25 éves múltjáról gondolnak. Hát ez az Ubisoft forward, ez az Ubisoft backwards, meg shitwards, meg wardom, ward, az unalom, ezt nagyon sokan kísérták a chatre. Meg azon, amiket láthattunk, iszonyat gázak. A Prince of Persia nem elég, hogy egy mobil szintet, mobil játék szintjét hozta kinézetre is, meg úgy általában. Minden játékról, a popról, remake-ről, ami igazából max egy remaster, még az se, úgy beszéltek mint volna, mint hogyha valami hatalmas bejelentés és hatalmas minőség lesz, meg nem tudom mi, és egy indiai hölgy, aki alig tudott egyébként angolni, nem is értettem, hogy mit mond, ő van a vezető székben, és vicces volt, hogy arról beszélt, hogy ugye indiaiak Bombay-ba ment, ahol készítik gondolom 10 dollár per napért, és hát ennek ellenére hát, hogy mondjam, no. Olyan baromságokat mondott, hogy ez egy indiai játék, meg hogy Indiában játszódik, közben Perzsiában. Illetve, hogy megmutatják azt, hogy milyen is India. Ja, Istenem. Mondjuk lehet, hogy 2 milliméterig, vagy 2 percig benne van a játékban, nem emlékszem rá. Én nem hinném, nem emlékszem rá, hogy 2003-as popban benne lett volna. De annyi baromságot dumálnak, hogy hihetetlen. A másik játéknál pedig szintén volt egy indiai gyereknek, szintén alig értettem, hogy mit mond. Azt pedig mondta a baromságokat a Watch Dogs-ról, bár sok közel láthatóan a gyereknek nem volt hozzá. Annyira gáz volt az egész, hogy valami hihetetlen.
Akkor a Watch Dogs-nál behoztak még egy rappet, egy sokak számára no-name rapperrel, aki egy nagyon erőltetett szöveget próbált elrappelni, ugye a játék marketingét növelve. Hát hatalmas élmény volt mindenkinek, mondhatom csendben. Egyébként a legjobban talán az mutatja, hogy milyen volt az Ubisoft shitward, hogy gyakorlatilag 10.000, azt mondom 10.000 like volt, de azok is valószínűleg a show előtt lájkolódtak. Szerintem most még át fognak változni dislike-á. És majdnem 3000 dislike van, tehát azért az eléggé érdekes. Ritka arány, no, 30%-os egy dislike azért nem jellemző. Lehet, hogy lesz az még 50 is, hogyha így haladunk a show végére. Aztán megmutatták ugye ezt az Immortals-t, amit mondtam, ez a félig új Guns N' Immortals. Istenem. Régen sem tápláltam sokat, amikor bejelentették a Guns N' Immortals, de úgy így felcsillant a remény, akár egy érdekes koncepció is lehet. De most elvitték egy Fortnite Immortals-á. Annyira gagyi az egész, hogy olyan hihetetlen és egy az egyben másolja a Fortnite. Csak single-be, és ezzel a gyerekes konkrét grafikával az isteneket is lezülleszti. Ó, basszus, annyira gáz az egész, hogy olyan hihetetlen. Most egy ilyen rage forward tőlem. De körülbelül az volt az Ubisoftnak a show-ja is. Hát szerintem az év legfosabb bemutatója volt. Ennél fosabbat nem nagyon találhattunk volna. Én ugye kb. Most már olyan 25 éve lassan én is, hogy játszok játékokkal egészen a Wolfenstein 3D, Warcraft, Dune 2 és a többikkel kezdtem. Warlords 1-2, Heroes és a többi. De ilyen szar show-t talán még soha nem láttam, pedig volt már pár szar. Ubi, EA, E3 is, vagy E3. És lehetne sorolni, tehát fú, de ennyire szar sosem volt. Szerintem főleg amikor olyan hülyének nézték a nézőket, mint itt. Ez iszonyat gáz volt. Fú, basszus, és bejelentettek még egy olyan ilyen közösségi parti, ilyen multiplayer játékot, ahol aztán tervezni lehet dolgokat. Hát az is olyan körülbelül 5 percig valaki kipróbálja és legyint egyet. Ezekért bármennyi játékért is fizetni akár egy centet, nekem ingyen adnák, akkor is kiköpném őket az összeset, amit láthattunk, ez annyira gagyi. A popon filózok még, a Prince of Persia, mert nagyon szerettem az régi 1-2-t, meg az új trilógiát is, de ez szerintem alássa az egészet. Tehát nem tudom, a Mafia 1-nek a remake-ét nem látták, no az egy ilyen stand, egy ilyen helytálló alapvető mérföldkő. Lehet, ha még ki tudja, hogy nem fogja elcseszni megint a hangár. Mert végülis a Mafia 3 engine-jét használják, bár állítólag sokat módosítottak rajta. De még mindig azt mondom, hogy ha el is cseszné, ez legalább egy igazán jó próbálkozás lehet. De amit itt látunk a poppal, az igazából egy mobil gémesítés. Teljesen az Ubi elment a mobil játékok felé, és hát ennek remélem nagyon hamarosan meglátja a kárát. Abban bízom, hogy egy nagy shitward lesz hátrafelé, és talán rájönnek arra, hogy igen, kéne egy kicsit változni, és tényleg előre figyelni, úgyhogy közben azért a múltból is pozitív dolgokat azért figyeljük meg, és próbáljuk tovább vinni, úgyhogy közben újítunk a grafikán, a játékmeneten és egyébként. Nem tüntetünk el 25 éves franchise-okat, kettőt is, nem tüntetünk el egy 10 éve várt Splinter Cell-t gyakorlatilag, mert ami itt volt, azt nem nevezhetjük annak. A Watch Dogs-ot nem fogjuk kiadni 3x6 év alatt, és verjük a mellünket. Én nem is értem, a Watch Dogs-ot arig vették. Jó, tudtam volt. Tehát nem ilyen Valhalla, vagy Assassin's Creed, meg Far Cry sikere volt, de mégis tolják előre, nem tudom, itt is valószínűleg az lehet, mint ami néhány hete vagy pár hónap előjött, hogy kiderült, hogy Assassin's Creed-be nem tudom mit szeretett és mit nem a főnök fia, és az alapján határozták meg a játékot. A főnök fia akarta, hát megjelent a játék. Na, lehet, hogy itt is így van a Watch Dogs-nál, hogy megkérdezik a főnök kisfiát, és de lehet, hogy a harmadik rész is jó, 6 éven belül. Oké, szuper. Lassan már évente is adhatnának ki Watch Dogs-ot, ami azért vicces, mert ugye sok azt higgyák az Assassin's Creed-et, de a Watch Dogs-ba kb. A 100-on nincs benne, mint amelyik, akármelyik Creed-ben, véleményem szerint. Még a Creed-ekben is vannak ön ismétlések természetesen. Aztán, ami még talán idegesítő volt, hogy mondták, hogy lesz majd még újabb Ubisoft Forward, és akkor majd bejelentek megint új dolgokat, de azt nem mondták, hogy mikor, és körülbelül mondjuk, hogy mi lesz, semmit nem mondtak, hanem egy ködösítés folyt megint. Az egész egy röhely szar volt. Én nem lehet mit mondani, az egész egy fosulladék volt. Én nem is tudom, hogy ilyen szar tényleg nem láttam az elmúlt 25 évben, azt mondom, nem is, hogy 10 évben. A 10 az minimum, de a 25 évben nem láttam szerintem ilyen szar sót. Pedig régen, amikor még fiatal, meg tini voltam, akkor is néztem párat ugye az újságokban, a honlapokon, illetve a GameStar Facebook grupban. Egyébként, ha már GameStar,
Na, a GameStar is egy kicsit hasonló az Ubisofthoz most, tehát hozzá kell tennem sajnos. Nagyon sajnálom, pedig én nagyon sokáig vettem, majdnem 8 évig, és kedvenceim voltak, jó pár újságírók, és mind eltűntek. Legjobban persze Gyurcsányt sajnáltam, főleg az tekintetében, ahogy mesélt arról, hogy hát hogy bántak el vele annó, és hogy kellett búcsúzni gyakorlatilag. Nem sokkal azért, hogy szegény elment, már hogy végleg ilyen hagyott minket, el kellett sajnos hagynia. Olyan dolog miatt, amit nem tudom, azt meséltem akkor abban a videóban, de máig idegesít szintén, hogy nem tudom, akarom mondani, hogy kik lehettek részben a felelősek amiatt, hogy meghalt. Egyszerűen nem voltak elég felelősek Gyú iránt, és meg lehetett volna menteni, ha gyorsan időben kórházba viszik, és az influenza és a szívbetegség kombinációja nem öli meg őt. Mert ez a kettő szalmas kombináció. Az influenza rá tud zúzni a szívre, és neki már volt valami szívbetegség, amely szed egy gyógyszer. Amit kiinformálni, a kordában tudod tartani gyógyszerrel, de azzal együtt nem. Ha azon a kórházba viszik valaki, akkor szerintem megmenekülhetett volna, és az azóta is engem idegesít. És ezt nagyon sok ismerősöm mondta is, hogy ez egy olyan dolog volt, ami simán megmenthető lett volna. Na hát nagyon sajnálom, hogy ő vele mit tettek. Annó GameStar-nál, de nem csak vele, egyébként másokkal is. Hát ott is hatalmas lejtmenet van. Az a gond, hogy hát legalább 10 éve, én azt mondom, egy kis politika is, az folyik ebben az országban, és most az Ubisoftnál is lassan ezt fogom érezni, hogy majd a főnökök fiai döntenek újban, hogy csak az ismeretségi kör számít, és semmi más, ennyi. És ha már megvan az elindulási alapod, akkor van esélyed arra, hogy kitör így vagy úgy. De ha ennek még a tizedik századnyi szintjét, esélyét se adják meg. Az olyan, mintha vissza se írnak nektek, tudjátok, hogy mondjuk 100-ba adott önéletrajzból szinte egybe se. Pedig mindenem megvan, ami kell, míg az előnyökből 3 rubrika is megvan, de még válaszra sem méltatnak, nem, hogy behívnának egy interjúra. Tehát, ugyanez érezhető gyakorlatilag a jó pár cikkíró meg tesztíró egyaránt, hogy sokszor tele van helyes íráshibával, át van fogalmazva, csak le van fordítva a külföldi változat, kritika magyarra, egy-két ilyen slusszpoénnal, amit ő belerakott. Átlagos kritikák vannak, látszik, hogy a játékkal 5 órát játszott a 20 helyett körülbelül. Tehát látszik, hogy azt a típusú játékot vagy a stílus utálja, azért neki kellett valami írni egy kritikát. Mindenhol ez látszik, hogy ma már valószínűleg csak az számít, hogy legyél ismerős, alakuljon ki a Facebook hálód, és ha megvan ez az ismeretségi kör, akkor te nyertes vagy. Mindegy, hogy milyen végzettséged van, teljesen lehattul lényegtelen. Meg hogy miből hányas voltál, hogy tele vannak hibákkal a cikkek, meg lehetne sorolni. És ha csak valaki fölveti is egy picit, akkor már ő a rohadék. Ez a fajta látásmód az Ubinál is lassan előjön, hiszen a fórumokban is benne van az, hogy mindenhol olvasom már, hogy egyszerűen valami letörlik, letiltják, le. Csak egy kritikát vagy egy javaslatot mer tenni valaki, már röpül. Ez a másik véglet. Tehát nálam ez sosem volt így például a YouTube csatornán, hogy mindenkit töröltem, hanem mindig az volt, hogy aki kritikát adott, és olyat, ami tényleg olvasható, az, és lényeges, és mond valami fontosat is, és értelme is van, az fönnmaradt. Ami pedig az anyázása, az nem. De az Ubinál ez fordított lett, most már ők már mindent törölnek. És ugyanez van sajnos az ilyen mai gamer fesztiválokkal, gamer újságokkal. Akkora lejtmenet vannak, hogy hihetetlen. És ezt nem gondoltam volna egykor, de a világ tényleg süllyed le a mélybe. És most nagyon jól lehetett látni itt az Ubisoft Forward-nál, hogy tényleg a szint az teljesen lejjebb ment, és nagyon jól fogalmaztak ismerőseim, és például az egyik külföldi francia játék volt, most már csak volt francia játékfejlesztő, mert hát el kellett hagyja a süllyedő Ubi hajót. Egyszerűen nem olyan játékokat készítette, hogy egyszerűen fogalmazott, amivel ő játszott volna, és korábban nem ez volt náluk a, úgymond a előrelépés, hogy visszamennek a 8 évesek szintjére. Ők jól elmondták azt, hogy megváltozott a világ, és sajnos új nézőközönség, új típusú játékok, ami alapvetően nem is lenne gond. De hogyha ez a nézőközönség, vagy hát a játékos közönség, és a játékok szintje annyira alul
alulra megy, annyira leépül. De konkrétan olyan, mintha egy 80 éves hirtelen elkezdene ledegradálni, leépülni agyilag. Tehát egyszerűen csak azok, hogy nem a 80-as vagy 80 éves agyú emberek épülnek le, hanem gyakorlatilag az egész emberiség. És ezt már lassan videón láthatjuk, persze ott vannak a fajék egyszerűségű, vagy még annál is sokkal rosszabb különböző filmek, sorozatok lehetne sorolni, meg ezek az agyhalott konyha, és már is fejezettem konyha, mit tudom én már milyen főzés műsor, de nem is értek el igazság szerint, nem is nézem. Arról is most derült ki nemrég, hogy fagyasztott Mirelit Tesco-s pizzát raktak be, és arra újjongtak és tapsoltak. Ez egy Robert cikke, amit ajánlani tudok ebben a témakörben. Tehát ezek mennek most sajnos, ez a minőségi, kulturális szint, és a játékokra ez vetődik le, a játék újságírásnál, itthon legalábbis ez vetődik le, mert külföldön hála az égnek, nem, külföldön annyira jó új YouTube csatornák vannak, és annyira sok új YouTuber, illetve blogger, ezerszer jobbak, és a régi fécigrút is GameStar jutott eszembe. Nem azt, amit ma látok, tehát az, ami pörtelem. És akkor még más kérdés, hogy maga az ember, aki általában a cikkek mögött van is egy nagy nulla, meg egy nagy bunkó, meg rohadék némelyik. Tehát, és ugyanezt érzem az Ubinálisra, most már teljesen csak a pénz számít. Régen lehet, hogy tényleg voltak kreatív dolgok és döntések a háttérben. De most már csak a pénz számít, és semmi más, csak is a profit. És ez nagyon gáz. Vivendi jó lett volna, hogyha beheszi az egészet, és bekapja. És akkor vagy elkerültek volna bizonyos játékok jogai, Splinter Cell, Pop és Might and Magic, vagy Heroes, Settlers, egy másik olyan stúdióz, aki ezeket megbecsüli. Mert úgy látszik, itt csak a fej és tehénység van. Tehát megnézik azt a szegmens, például a mobil játékok, és akkor ott megtartják csak amiatt a franchise vagy jókat, de egyébként kivéreztetik az egészet. És ez undorító, ez a látásod, és mindenhol szinte már csak a pénz a lényeg. Mind a játék újságírásnál, mind az, hogy mi legyünk a legeslegelsők, és ennyi elég is. Aztán a többi le van szarva. Az, hogy csak is olyan játékot fogunk, megnézzük a marketingesek, hogy mi az, ami éppen megy, Fortnite, csak is ilyet, csak is olyan játékokat, meg az ötödik Battle Royale-t is, ezt elfelejtettem, a Hyperscape, vagy mi a szar, amit bejelentettek, de lehet, hogy már korábban is bejelentettek, csak most mutattak bele egy új trailert, egy újabb Battle Royale, a századik. És az a vicc, hogy ezekről a Battle Royale játékokról nem mernek bizonyos újságok gyakorlatilag negatívat írni. Pedig már a századik, míg régebben, ha egy stílusból kijött a 102. rész, azt mindig megemlítettük, hogy csak kicsit jó is volt meglepetésre, azért odaírták a negatívumba, hogy ez már a 102. ilyen stílusú játék. Ma már ilyen nincs, minden tökéletes. Jókat kell írni ezekről a játékokról, hiszen lehet, hogy megbántjuk azt a nagy bázist, azt a 8-15 éves bázist, akik, vagy ezt a korosztály. Húha, tehát hihetetlen tényleg, hogy agy, zsibbasztó az egész, ami ebben a világban már történik, és hogy mindenhova tényleg leszivárog ez az agyzsibbasztás, az agymosás, az ami hihetetlen, meg ez, hogy a pénz mindenek felett. Ez csak most igazán szerintem. Nagyon gáz az egész. A kreativitás, bírom, amikor az Ubisoft pont elhozza a kreativitást, meg egy csomó olyan nagy stúdió, akinek a halvány gőze nincs, hogy mi az, és azzal verik a mellüket. Tipikusan olyanok, mint azok a celebek, és mint például a konyhafőnök, most eszembe jutott, akik verik a mellüket, hogy mekkora a séfek, meg nem tudom mik, aztán egy Mirelit Tesco pizzát sütnek meg. Na szóval, nagyon gáz az egész, és én most inkább abba hagyom, semmit, hogy tovább idegesítsem magam. Vicc, ami itt történik. Egyelőre az Ubisoftot én szerintem el fogom felejteni, amíg valami értelmessel nem állnak elő. Legyen akár csak egy olyan videó, amit végig lehet nézni. Egyedül a Far Cry 5-6 az, ami továbbra is engem érdekel, és majd az 5 meg is van már, ugye fogok játszani. Meg ez ugye Assassin's Creed-nek az új 2-3 új része. És körülbelül ennyi. Tehát egyelőre ez az, ami... Ja, bejelentettem még egy új Sucker, ilyen focis játékot, én emlékszem. 800 000-et, ugye évente talán 2 is lassan kijön náluk, meg az EA-nél is. Persze teljes áron, csak is teljes áron. Vicc, a formula játékokat is sosem vettem meg teljesen, én szeretem a formula játékokat is, meg hát a formula 1-et, de azt nem, hogy évente 60 eurót mondjuk kifizessek, mert most lassan majd még többet az új konzolokkal. Szinte ugyanarra. Tehát nem.
De én ezt nem fogom követni, ezt a... Hát gyakorlatilag ezt a igazából divatot. Úgy látszik, most ez lesz a divat. Sajnos sajnálat is. Viszont jó hír, hogy a végére, hogy a Heroes játékok esetén legalább egyrészt a hotát fejlesztik, Heroes 3 hotát, bár én úgy vagyok, hogy a Heroes 3 mechanikája alapvetően azért mégsem változott abban a játékban sem, és az már elmaradott egyszerűen a játék mechanikailag. Az 5, 6, 7 sokkal jobb, örülményem szerint. Most csináltak volna egyébként egy olyan Heroes 4-et, ami persze stratégiásabb, mint a Heroes 4, ez kicsit RPG-sebb volt, viszont benne lett volna végleg balanszolva a hősök a csatában metódus. De erre se voltak képesek, pedig az lehet, hogy megfogott volna a fiatalokat is. Mindeközben most visszatérhettek volna 2-2 és fél D-s térképekre, csatánál várnál 3D-re, és mindenkinek jót tettek volna. A régi és az új fanoknak is véleményem szerint. Persze egy nagyon jó hős skill rendszerrel, és akár egy hexa csatatérrel. Egyszerre a régi és az új anyagokat visszahozhatták volna, de nem. És most két játék az, amivel van reményünk, illetve igazából három. A Song of Contest, ami nekem egy kicsit olyan felemás egyelőre ezzel a pixeles grafikájával, de az nem tűnik rossznak. Aztán jött a Fan Stratix, ami talán a legnagyobb reménység, a Heroes 3-4 pár fejlesztőjével, akik a Heroes 3 és 4 szellemi örököseként tekintenek rá erre a projektre, viszont persze azért újdonságokkal és ismerős elemekkel is együtt. És hamarosan indul Kickstarteren, ha jól tudom. 3D-s engine lesz a háttér, az alapja, de viszont mégis 2D-s lesz a látkép, visszatérnek a 2D-s várképek, a Hexa csatarendszer és stb. Minden rég várt dolog. És a harmadik pedig a Kings Bounty 2, amit ugye eltoltak aztán márciusra, megint, most már talán másodjára vagy harmadjára, de ebben gondolom a vírus is szerepben van. Még ezekben tudok bízni ebben a stílusban. Meg hát a Settlersben, ha valamikor megjelenik végre, azt is most már a harmadjára tolták el talán jövőre. Meglátjuk. De nem is ez a legnagyobb bajom, az a legnagyobb bajom, amit láttunk az Ubisoft-tól, az egy nagy nulla. Tehát amit nem láttunk, az is rohadtul fájó, sőt, amikről most beszéltem, most mindenki várt. De nem kapott meg. Vagy megkapta, de olyan minimális szinten, hogy ez még az inger küszöbnek a legalját se ért el, és hatalmas csalódás volt, vagy nem kapta meg, de amit láthattunk a show alatt, az egy nagy, büdös nulla. Ez a legdurvább. Nem gondoltam volna, hogy az Ubisoft tényleg ilyen mélyre süllyed. Régen tényleg láttam, már sokan szitták egy ideje, pár éve a kiadót. És néha volt, hogy már röhögtem rajta, hogy tényleg ennyire rossz, nem akarom elhinni. De most, hogy utána néztem a dolognak, és hát megnéztem ezt a nulla showt, már lassan is el tudom hinni azt, hogy igen, ez nagyon uborka szezon lesz, azt hiszem. Úgyhogy töröltek, sziasztok!